Csütörtökön a Fehérvár Siófok mérkőzéssel megkezdődött az Ázsianet Kupa Székesfehérváron. A Balaton partiakat fűtötte a bizonyítási vágy a felkészülés korábbi szakaszában elszenvedett vereségért, de az FKC-s lányok sem feltett kézzel mentek fel a pályára. Ennek megfelelően az első játékrészben végig kiegyenlített csatát láthattak a szurkolók. Jellemző adat, az első játékrészben egyik csapat sem vezetett kettőnél nagyobb különbséggel. A félidőben 16-16-os igazságos döntetlen mutatott az eredményjelző. A második 30 perc eleje sem hozott nagy változást a játék képében. Egy ideig fej-fej mellett haladt a két csapat, majd a játékrész derekán a Siófok el tudott lépni, az FKC több hibáját kihasználva. Ekkortól Tilingerék már csak rohantak az eredmény után, visszazárkózni már nem sikerült, a vége 36-32-es siófoki siker lett. Ezen a napon az FKC-nál elsősorban a védekezéssel volt gond. A védekezést egy kicsit jobban össze kellett volna szednünk, bár nagyon sokat gyakoroltunk a héten. Nagyon sok technikai hibával játszottunk, és igazából szerintem a lerohanásuknál nem tudtunk visszarendeződni kellőképpen. Valamint ugye sokkal több faltot kellett volna elkövetnünk, egy kicsit feljebb kellett volna helyezkednünk a nagyobb lövőkkel. Ma nem voltunk jók védekezésben, és a kapusaink sem hozták az elvárt szintet. Hátul nem működött semmi. Nem azt kaptam vissza, amit az edzéseken gyakoroltunk. Az utóbbi időben sokat fejlődtünk, de ma tettünk egy lépést hátra. De megyünk, dolgozunk tovább, és pénteken megpróbálunk jobban teljesíteni. A fehérvári lányoknak nincs sok idejük a kesergésre, hiszen pénteken már a norvég Stabækkel kell megküzdeniük, melyben több korosztályos, valamint felnőtt válogatott játékos is szerepel.